A Szokka Kópa Amerika a férfi felnőtt nemzeti labdarúgó válogatottjainak részére szervezett kispályás labdarúgó torna Mexikóban, amely februárban ért véget. A megmérettetésen a Szokka Hungary csapata is képviseltette magát, melynek a kiskörösi kötődésű Huszti Dániel is játékosa. Te egy picit furán, furán hangozhat, aki van a hogy, hogy Kópa Amerika, hogy mit keresett ott egy, egy európai csapat. Két év ezelőtt volt egy világbajnokság, én is szerepeltem, hál' Istennek rajta, és azt Mexikó szervezte volna meg, de hát egészségügyi okokból nem tudták megszervezni, ezért mi ugrottunk be szervező országként, és, és ezt megköszönve hívtak minket vissza. A 2024-es Szokka Kópa Amerikán a magyar csapatnak a guatemalai gárdát 3-1-re sikerült megvernie, az urugvái együttes felett pedig 1 0 ás győzelmet arattak. A mexikóiaktól 4-1-es vereséget szenvedett a magyar gárda, azonban a panamai csapatot 4-2-re sikerült legyőzniük, az amerikaiakkal pedig 1-1-es döntetlent játszottak. A belgiumi együttes ellen 6-1-es győzelmet arattak, a döntőben pedig a mexikóiak ellen léptek pályára, a magyarok, ahol 2 0 vereséget szenvedtek. Döntöztünk Mexikóval, és hát második helyen végeztünk. Ez egy elég nagy élmény volt, meg, meg azt mondom, hogy ez egy elég ö, ö, nagy lépés volt a sportág életében is. A Szokka Hungary csapat tagjai rengeteg tapasztalattal és új élménnyel tértek haza, hiszen Mexikóban egy teljesen más látásmóddal találkoztak a játékosok.